darkness lies heavy, night is too long. You need a shoulder you can lean on. Call me. Jó estét kívánok, kedves nézők! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai alkalommal olyan bennünket frusztráló dolgokról szeretnék egy csokrot átnyújtani, színéről és visszájáról, ahogy azt már megszokták a korábbi műsorokban, ami borzasztóan irítál minket, különösen így advent indulásakor. Mire gondolok? Bárki nézi a tévét, mondjuk múlt héten volt az úgynevezett Black Friday, Amerikában a hálaadás napot követő péntek, amikor kinyitották az áruházakat, üzleteket, és az emberek, mint a barmok betódultak egymást átgázolva, hogy a különböző leértékelt cikkekből még jusson nekik, és tudjanak minél többet vásárolni belőle. Ez kicsi beárnyékolja azt a fajta felkészülést, amit egy keresztény adventről gondolnánk. De ugyancsak beárnyékolja ezt a felkészülést, amikor az újságokból értesülünk olyan hírekről, amitől így fogalmazhatnánk, hogy egész egyszerűen nem jól érezzük magunkat a bőrünkbe azoktól. Frusztrálnak bennünket. Az elmúlt adásban én elkezdtem ebből egy-kettőt szemezgetni, és az egyikkel folytatnám, amivel múltkor abbahagytam. Egy kicsikét szándékosan színe visszáját még élesebbre állítva, mint az elmúlt alkalommal. Hát, ha lesz valaki önök közül, akinek kedve van vitázni velem, vagy megosztani a véleményét, és ezt megteheti a 061-es, 808-as, 95-55-5-ös telefonszámon az adási idő alatt. De ha nem, és nem unják, akkor természetesen enélkül is igyekszem a korábbi szinten ezekről a dolgokról közösen elmélkedni, aminek a lényege az, hogy van egy társadalmi probléma, vagy visszásság, és nézzük meg annak a színét, nézzük meg, hogy keresztényként hogy tudjuk ezt lekezelni. Mi volna a helyes magatartás, és erre egyáltalán ad-e némi reményt a mai világ, hogy ilyet lépjünk. Múltkor beszélgettünk a devizahitelről. Nem akarod már az időt nagyon húzni ezzel, mert múltkor elég sok idő elment, most csak tulajdonképpen a magyar nemzetnek egy nagyon rövid értékeléséből olvasnék föl valamennyit. Az történt az elmúlt alkalom óta, hogy a parlament megszavazta a devizahiteles törvényt, nevezetesen annak a legutolsó fázisát, hogy milyen árfolyamon kártalanítanák az adósokat. És ez a rövid idézet, amivel szeretnék indítani, így szól a Magyar Nemzet november 26-i számából, a devizahitelek végnapjai címmel. Más-más formában, de sokan kaptak segítséget, ám a probléma súlyát jól érzékelteti, hogy egy kormányzati ciklus nem volt elegendő a helyzet végleges rendezésére. A Fidesz egyebek mellett ismét a devizahiteleseknek ígért segítséggel futhatott neki a 2014-es választásnak. Így érkeztünk el a forintosításhoz, amelynek során mintegy 400 ezer adós hitelét válthatják át. Feltehető a kérdés, miért nem tette meg ezt a kormány az előző ciklusban, így sem végtörlesztésre, sem árfolyamgátra nem lett volna szükség. Magyarázatként szolgálhat, hogy most sikerült tisztázni a jogi körülményeket. A különböző ügyek megjárták a bíróságokat, a kúriát, az alkotmánybíróságot, valamint az Európai Bíróságot. A döntések alapján derült ki, hogyan számoltathatók el a bankok, és milyen árfolyamon válthatók át a hitelek. Talán több kormánypárti politikusnak is érdemes lett volna várnia, kár volt azzal kecsegtetni az embereket, hogy a piacinál kedvezőbb áron forintosíthatnak. Hát igen, nekem is ez a problémám, az árfolyam.
ugyanis, ahogy az elmúlt alkalommal részletesen elmondtuk, ebből a 10 év óta rossz terméknek minősített termékből a bankoknak 2,5 milliárdos nyereségük halmozódott föl 8-10 év alatt, és ebből nyereségadóként befizettek több mint 500 milliárd forintot az államkasszába, amit úgy is mondhatunk, hogy az állam egyrészt a törvényi háttér megteremtése révén vált cinkossá, másrészt ennek a hasznából is részesedett, tehát ha ez egy rossz termék és bűnös termék, akkor bűnrészességet vállalt a bankok mellett. Ezek után kérdés az, hogy miért az adós és kisebb részben a bankok viseljék ennek a következményét, hol van az állam részvállalása ennek a problémának a megoldásából. Ugyanis azt tudjuk kormánypárti politikusoknak a megnyilatkozásából, hogy az eddigi törvények összességében mintegy 25-30%-kal fogják csökkenteni a adósoknak a törlesztő terheit. Igen ám, de hogyha azt mondjuk, hogy valaki mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor fölvette svájci frank alapú hitelt, fizetett mondjuk 100 forintot törlesztésként, ez 10 év alatt több mint a duplájára emelkedett, tehát legalább 200 forintot fizetett. Ez a 25-30% ennek a második 100 forintos törlesztő részletnek az apró 25-30%-os részének tekinthető. A kérdés fölmerül, hogy ugyan az az ember, az az adós, aki a 200 forintos törlesztő részletet nem tudta fizetni, mert kirúgták, mert ellehetetlenült az egzisztenciája, vagy bármilyen más okból kifolyólag, vajon most mitől fogja tudni fizetni a 170-175 forintos törlesztő részletét? Enyhe optimizmusra utal az, hogy azt gondoljuk, vagy azt gondolják a törvényalkotók, hogy az emberek ettől most nagyon boldogan fogják törleszteni azt, amit eddig 200 forinton nem tudtak. Fölmerül természetesen azt, hogy ha az állam ebből részesedett, akkor, mint ahogy egyébként zárójelben megjegyeztem, mint minden hasonlat, ez is sántít természetesen, az alkoholüzletből, a dohányüzletből, vagy akár a prostitúciónak a megadóztatásából, akkor miért nem az a tisztességes, hogy az állam is részt vállal a devizahiteladósoknak a további megsegítéséből? Ez az 500 milliárd körülbelül, ha azt mondjuk, hogy ez a bankok számára a sajtóhírek szerint egy 1000 milliárdos újabb érvágást jelent, hogy ezt a 25-30%-os hiteltörlesztés könnyebbséget az adósok élvezni tudják, akkor az az 500 milliárd ennek a felét jelentené körülbelül, tehát ez további mondjuk 10-15%-kal tudná csökkenteni a adósoknak a terheit. De én tovább megyek, mert hogyha azt mondjuk keresztény szemmel, hogy a szociális igazságosság az a szeretet minimuma, és egyébként így kerül adventi időszak témájaként ez a téma, hogy a szeretet, mint az adventi időszak fő jellemzője, akkor a szociális igazságosság ennek a minimumaként valahogy ide kapcsolható témaként. Tehát akkor úgy gondolom, hogy az államnak bizonyos kötelezettségei vannak, és talán nem a béka hátsó fele alatt emeletekkel lévő magyar foci megsegítésére kellene gombamocaporodó stadionokat építeni, hanem figyelembe véve, hogy hányan lettek öngyilkosok, hánynak az otthonát már elárverezték, hát bizony többet tenni annak érdekében, hogy az a bizonyos modellben 200 forintos hiteltörlesztés ne 170-re, hanem lehetőség szerint azt az eredeti 100 forintot minél jobban tudja megközelíteni. Én a mai témákhoz egy olyan metódust választottam, hogy az újsághír mellé igyekszem egy kicsikét humoros ellen véleményt tenni. Ez az, mint eddig elmondtam, azt hiszem messze nem humoros, de ami most következik, az az lesz.
és a színe visszáját úgy párhuzamba vagy ellentétbe állítani egymással, hogy a visszája az a cikk, amit felolvastam, és akkor most jön a színe. Ez pedig a témához illően, majd a végén nyilván különösebb magyarázatot nem igényel, hogy miért ezt választottam. Karinthy Frigyesnek itt van az a híres Magyarázom a bizonyítványom című írása. Hát kérem szépen, először is, ez még nem végleges bizonyítvány. Ez csak aféle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a fél éves bizonyítvány nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott. Kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közöld szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal. Hibás tételek csúsztak bele. A bélyeg hatósági szabályrendelet szerint sajnos így is ki kell adni a bizonyítványt, de kérnélek, kedves Bauer, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg, kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért. Az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk. Egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra. De hangsúlyozd, kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírt a Fiumei Tengerészeti Gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a szám, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből, de esetleges félreértésre ad alkalmat. Tudnélik, Mangold, a történelem tanár, az csak helyettes tanár nálunk. Még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni. Egyes helyett kettest, kettes helyett négyest, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyed kettesre, tessék ezt összehozni, számtani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes. Aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot. Mondtam, Smalkaldeni szövetség, láttam, mikor beírta az egyfeles, de akkor elvesztette a noteszt. Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a föld mozgását, és én mondtam, hogy a nap körül és ellipszis alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van a fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyet írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak. Nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyezem bele a hármasba, év végére kijavítja a jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba főigazgatói aláírással. Fröliknek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és akkor, mikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, persze azért nem esett ki, mert x-szer is be kellett volna szorozni, csak hogy ez a Frölik nem vette észre, mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, akkor, mikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni javítani,
pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat. És a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Fröhlicht, de nem akartam, mert úgyis pikje van rám, pedig a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannnak. Magaviseletből azért van kettes, mert ha van 3-3-as, akkor nem lehet a magaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőknek. Ez nem hármas, ez kettes, csak hogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felülírja a végét a kettesnek, csak a vezeték nevet tessék aláírni, de mostanában ne tessék bemenni az iskolába. A kaput kiemelték, most átalakítják, nincs kapu, nem lehet bemenni majd egy-két hét múlva. No, tehát magyarázom a bizonyítványomat. Hát itt ezzel a devizahitellel kapcsolatban lenne magyarázni való. Ezt tulajdonképpen már a két írás között elmondtam. Zárjuk ezt azzal, hogy ez mondjuk nem is hazugság, vagy egyszerű hazugság, vagy inkább ígéretben nem tartása. De az ígéretről is tudjuk, hogy az ígéret szép szó, de ha betartják, úgy jó. Nos, a második téma az nem egy kormányoldali, ez most egy másik oldali cikk, vagy több cikk, ami arra vezetett, hogy ezt témává fogom hozni. Ez pedig szintén a Magyar Nemzetben egy november 26-i cikk, ami arról szól, hogy Ricsaj 3 videó miatt. Alcím: a jogvédők félrevezetnek, a rendőrség nem az áldozatokat okolja a nemi erőszakért. A rendőrség életszerű helyzet bemutatásával és gyakorlatias tanácsokkal próbálja ellátni a tizenéves leányokat azért, hogy ne váljanak nemi erőszak áldozataivá. A jobb oldalon a téma iránt a szokásos értetlenkedés, tehetetlenkedés, érdektelenség tapasztalható. A balliberális jogvédő szervezetek és a média viszont úgy ugrott rá az ügyre, mint valami szatír az áldozatára. A zaj egyre nagyobb, pedig érdemes lenne tisztán látni a szándékokban és az érdekekben. Mi is történt? A Baranya megyei rendőrség pár napja közreadott több olyan bűn megelőzési kampányvideót, amelyek arra hívják fel kamaszlányok figyelmét, hogy ne legyenek teljesen óvatlanok a legönfelettebb bulizás közben sem, mert akkor is leselkedhet rájuk veszély, hogy nemi erőszak áldozataivá válnak. A filmekben leányok bulizni indulnak. Kihívóan vonzóvá csinosítják magukat, egy bárban pedig nagy mennyiségű tömény alkoholt döntenek magukba. Amikor pedig a szórakozás véget ér, van közülük, aki nem a többiekkel, hanem magányosan indul hazafele. Az önfelett szórakozás közben többször látomásszerűen, egyszer pedig tényszerűen előtűnik a nemi erőszak áldozatává válásának réme. A videók végén olyan pécsi színészek intik óvatosságra hívják föl a veszélyre a tizenéves gyerekek és szüleik figyelmét, akik maguk is szülők. Olyan tanácsok adatnak nekik, amely az áldozattá válás körülményeivel tudományosan foglalkozó viktimológiai tanulmányokból is származhatnának. Minden esetre éppen úgy beszélnek mindhárman, mint bármelyik szülő, aki megpróbálja az este bulizni induló, felhőtlen boldogságban úszó gyermekét valamilyen általános intéssel ellátni, hogy elkerülje a rettenetet. A filmek tökéletesen alkalmasak arra, hogy a gyerekek, a szülők beszélgessenek a létező veszélyről, adjanak egymásnak gyakorlatias tanácsokat a megelőzésről. A rendőrségnek pedig épp ez a célja, aminek érdekében lefogják, szeretnék vetíteni az alkotásokat Pécs középiskoláiban. A hatóságot azonban szinte az első pillanattól kezdve akkora támadás éri a hazai liberális jogvédő szervezetek részéről, mintha csak erre a pillanatra vártak volna mindannyian. Már petíció is indult az interneten, amelyben az aláírók többek között azt követelik, hogy a rendőrség inkább olyan oktató videókat készítsen, amelyekben a lehetséges elkövetőket szólítja meg.
leszögezik azt is, hogy az erőszakért minden esetben az erőszakot tevő a felelős, nem az áldozat, és hogy alapvető szakértői véleményeknek mond ellent a videókban sugallt álláspont. A társaság a szabadságjogokért alapfokú bűnmegelőzési tanfolyamot tartana a tájékozatlan rendőrök számára, mert hogy nem a miniszoknya okozza az erőszakot, hanem az erőszaktevők. A családon belüli erőszak ellen küzdő Nane három más a női jogokért küzdő társával még erőteljesebben szaladt neki a rendőrségnek. A rendőrség küldetése a lakosság szolgálata és védelme, és nem pedig a bűncselekmények áldozatainak hibáztatása, illetve a felelősség előzetes áthárítása a potenciális áldozatokra. A rendőrségnek a fenti szlogent saját maga számára kellene megfogalmazni. Megvizsgálva a saját szerepét a szexuális erőszak előfordulásának gyakoriságában, valamint felmérve cselekvési lehetőségeit a jelenség visszaszorításában. Megdöbbenéssel tölt el minket, írják a jogvédők. A filmek által sugárzott nőgyűlölet, illetve nők iránti megvetés. A bemutatott fiatal nők nem tesznek mást, mint öltözködésükkel és viselkedésükkel megfelelnek a tömegkultúra által közvetített elvárásoknak és mintáknak, ám mindeközben semmilyen jogsértés nem követnek el, tehát a stílusválasztásuk megítélése, ízlés kérdése, és semmiképpen sem a rendészeti szervek feladata. A filmek által sugallt sértő üzenet, amely szerint a férfiak ösztönvezérelt potenciális erőszaktevők, akitől jobb óvakodni. Kifogásolják, hogy a filmek tévképzeteket közvetítenek. Például, hogy megfigyelhető lenne összefüggés az áldozat ruházata és szexuális erőszak valószínűsége között. Vagy hogy a nők nagyobb biztonságban lennének, ha bulizás helyett otthon maradnának. Ezt nem olvasnám végig, azt hiszem, hogy a lényeg eddig is előjött belőle, tehát a jogvédők azt kifogásolják, hogy az ő véleményük szerint a potenciális áldozatokra próbálják a felelősséget áthárítani. Ezek a filmek. És ezt a felolvasott cikkrészletet a Magyar Nemzet írta, de felolvasok két gyöngyszemet a jogvédőknek a írásaiból is, hogy legyen egyensúlyban a két oldal. Azt mondja a Népszabadság Online-nak egy cikke, a CNN is kiakadt a baranyai rendőrség oktató videóin. Elindultak a nemzetközi hírnév útján a Baranya megyei rendőrfőkapitányság nemi erőszak elleni prevenciós oktatófilmjei, amelyek a hazai botrányok után a tengeren túlon is kiverték a biztosítékot. Hitetlenkedő arckifejezéssel konferálta fel a CNN két bemondója a Baranya megyei rendőrfőkapitányság egyik nemi erőszakról szóló kisfilmjét, amely sokak szerint azt üzeni, hogy az áldozatok maguk is tehetnek az erőszakról, ha tért fölötti szoknyát, sortot és mélyen dekoltált fölsőt viselnek, arról nem is beszélve, ha szórakozni mennek és még alkoholt is fogyasztanak. Tényleg elképesztő, mondta a rövid bejátszás megtekintése után Michael Holmes, aki rögtön idézte is a Baranya megyei rendőrfőkapitányság közleményét, mely szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen erőszakos incidensek elkerülésében nagy szerepe van annak, hogy a nők miként kommunikálnak. Ha a fiatal lányok flörtölnek, az gyakran erőszakhoz vezet. Bár a riportban csak a tények bemutatására szorítkoztak, a bemondók hangja döbbenetről és hitetlenkedésről tanúskodott. A rövid riport végén idézték a magyar érdekvédelmi szervezetek felháborodott reakcióit, amelyek szerint a főkapitányság bűnmegelőzési keretéből finanszírozott kisfilmek a nőket okolják az erőszakért, ahelyett, hogy áldozatként mutatnák be őket, akiknek nagy segítségre van szüksége. A BBC-t és a The Guardian-t is megjárt oktatófilmek hatalmas felháborodást váltottak ki itthon. Nőjogi szervezetek közös sajtóközleményben tiltakoztak az idézem tehetsz róla, tehetsz ellene szlogennel ellátott kisfilmek ellen, amelyek idézem káros és veszélyes üzenetekkel járulnak hozzá a nők elleni erőszak előfordulásának,
amúgy is kedvező társadalmi légkör fenntartásához, az áldozatok megalázásához és megfélemlítéséhez, valamint az elkövetők felmentéséhez és büntetlenségéhez. A botrány ellenére a Baranya megyei rendőrfőkapitányság nem hajlandó visszavonni a kisfilmet, amelyeknek célja nem az információ közvetítés, hanem a megelőzésről, illetve a társadalmi felelősségről történő figyelemféle felhívás, elgondolkodtatás, írja a Pécs ma. És hogy rátegyek még egy erről a liberális véleményről alap, még egy lapáttal, idézek még egy cikket, ez a Népszabadság november 28-i számában jelent meg, az Aljasság veszélyei címmel. A fiatal lányok kacérkodása gyakran válthat ki erőszakot. Fontos, hogy csak akkor közvetítsünk ismerkedési szándékot, ha valóban kapcsolatba akarunk lépni a másik féllel, mivel a visszautasítás dühöt kelthet a hozzánk közeledőben. E szavakkal intette felelős magatartásra a Vas megyei rendőrfőkapitányság a nemzet évődésre hajlamos, naív férfiakkal incselkedő csalfa fehér népeit november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján. A távlatos társas viszonyok megfontolt kiépítésére fölhívó ajánlás előtt 4 nappal az Index cikkezett elsőként a Baranya megyei rendőrfőkapitányság prevenciós spotfilmjeiről. A biztonságosabb Pécsért bűnmegelőzési projekt keretében elkészült 3 mozgókép egyedi hangütésére fölfigyelt a világ sajtó is. A The Guardian, BBC, CNN, Spiegel, stb. Részint, mert a nők elleni szexuális bántalmazást tárgyaló oktató videók szerint a bűncselekmény elszenvedője felelőssé tehető azért, ha erőszak áldozatává válik. Tehetsz róla, tehetsz ellene, így a kisfilmek mottója. A pécsi színészek szerepvállalásában leforgatott alkotmányok szellemi erkölcsi tartalma rokon a flörtölés közveszélyességére figyelmeztető vasi útmutatásokkal. A bulizni induló, szelfiző leánytrojka csador helyett magas sarkú cipőt és minit visel. Kisminkkel meghúz egy üveget, kölnit szór magára. Egyikük érzéki módon harabdál egy állott zsemjét, megvetve a bűn meleg ágyát. Eztán elhangzik, hogy ügyeljünk az öltözködésre, a viselkedésre. Továbbá zenés szórakozó helyen tartózkodjunk a rövid italfogyasztástól és az erotikus pávatánctól. Ezzel kivéthető a túlhevült, fölgerjesztett hím taperolásra irányuló kísérlete is. A nő és jogvédő szervezetek tiltakozását kivívó spotfilmek állítása nem más, mint hogy a kriminális tett kiváltó oka a könnyelmű, tűzzel játszadozó, dévaj perszóna provokatív magatartása. Ez az áldozat hibáztató üzenet hazug, előítéletes, aljas. Erősíti a társadalmi beidegződéseket, stigmatizál, fölmentést ad az elkövetőnek. Légyen az bár közeli ismerős, jelenlegi vagy volt partner, rokon vagy családtag. Ugyanis az esetek túlnyomó részében az ilyen típusú bűncselekmény nem diszkóbaleset. Noha a parti életmód az alkohol és a drog kockázati faktor. Emellett tény, hogy hazánkban a hivatalosan bejelentett erőszakos nemi bűncselekmények száma riasztóan alacsony. 100 esetből kevesebb, mint 1. A bűnüldöző szerveknek volna mit tenniük az igazságszolgáltatás iránti bizalom elősegítésért, amely feladat túlmutat a kéretlen stílus, életvezetési és esztétikai tanácsokon, ám igényel bizonyos valóságismeretet, empátiát, emberséget. Utóbbi az, ami a civilizáltság mellett oly ordító módon hiányzik a tárgyalt írásos és a mémgyárakat beindító dermesztő audiovizuális selejtekből. Hát ennyit mindkét oldalról a témáról. Tehát végül is arról van szó, hogy megjelent 3 film jó szándékkal. Nincsen se rokonom, se ismerősöm a rendőrségi körökben. Én mégis ebben az esetben úgy gondolom, hogy az a fajta értékrend, amit a mai világban keresztényként képviselni kell, az a veszélyre fölhívó, figyelmeztető,
szülői felelősséget és gondosságot igénylő szülői magatartás, az ebben az esetben talán inkább a rendőrségi figyelmeztető filmekből vehető ki. Érdekesség kedvéért börtönlelkészként ezt a témát, ezt a balhét, amit a sajtó, elsősorban a liberális sajtó gerjesztett az elmúlt héten, megtárgyaltam a börtönben fogvatartottakkal. Kemény fiúk, mi az ő véleményük erről? Valóban egy cinikus figyelemfelhívással állunk eszemben, vagy pedig jogos-e ennek a veszélynek, erre a veszélyre való figyelemfelhívás a szülők részéről? Meg kell mondjam, hogy ezen a Biblia órán kb. 10-12-en beszéltük meg ezt az eseményt, és teljesen egyértelműen a rendőrségi figyelemfelhívó filmeknek adtak igazat, pedig a fogvatartottaktól nem lehet azért elvárni, hogy nagyon rendőrségbarát véleményt mondjanak vagy tükrözzenek. Egész egyszerűen szülőként próbáltak belehelyezkedni ebbe a helyzetbe. Megpróbálták elképzelni, hogy mit mondanak, mit mondjanak a buliba induló kamaszkorú leányaiknak. Ezek a fogvatartottak az átlagembernél lényegesen jobban ismerik az éjszaka világát és a veszélyeket. Ezt se felejtsük el. Volt közöttük egy olyan, aki belvárosi éjszakai szórakozóhelyek biztonsági szolgálatát látja el a cégeivel, és abszolút otthon van, ha lehet ezt így mondani, az éjszaka világában. Az ő állítása szerint, és ez most nem az én véleményem, egész egyszerűen megpróbálom továbbadni, mert azért börtönből ilyenfajta üzeneteket nem túl sűrűn olvashatunk újságokban, vagy nem túl sűrűn értesülünk egyáltalán. Ő azt mondta, hogy ezek a szórakozóhelyek tele vannak 14-15 éves lányokkal, akik 20-nak szeretnének kinézni. Ennek érdekében az öltözködésükben, a megjelenésükben elkövetnek mindent, hogy érettebbnek tűnjenek. És megváltoztak azok a szabályok, amik mondjuk még az én fiatal koromban, ami jócskán évtizedekkel korábban volt, megszokottak voltak. Akkor azért valamit el kellett követni, udvarolni egy lánynak, hogy a figyelmét fölhívjuk. Most megfordult. Tehát annyira fölcserélődtek a férfi-női szerepek, és ennek sok más egyéb társadalmi következményei is vannak a párkapcsolatokra nézve, hogy ezek a 14-15 éves lányok kezdeményezőleg lépnek föl, tisztelet a kivételnek. Én most nem azt mondom, hogy mindegyik, mielőtt valaki rám borítaná majd egy kritikával az asztalt. Nyilván nem mindenki. De hogy a jelenség ismert, és hogy ezek a rendőrségi figyelemfelhívó videók nem véletlenül születtek, az biztos. Én még emlékszem, hogy egyetemista koromban, a 60-as években csak öltönyben, fehérink nyakkendővel lehetett belépni az egyetemi kluboknak a hétvégi bulijaira, amik természetesen éjfélkor befejezték a műsorukat. Ott, ahol az Illés Omega Metro bulik voltak, nem volt még a 60-as években drog. Alkohol igen, dohányzás is. Természetesen az élt ezzel, aki úgy gondolta, hogy élni kíván, teljes emberi szabadság akkor is megvolt ebben a tekintetben. És a lányok részéről is megkívántatott egyfajta öltözködésbeli, hogy mondjam, norma. Ma ott tartunk, hogy, és nem akarok itt már újabb cikket előcitálni, hogy az elmúlt évben azt hiszem valamelyik pécsi egyetemnek a vagy főiskolának a, vagy kaposvári, most már nem vagyok benne biztos, vezetőségét kritizálta a liberális sajtó azért, hogy előmerte írni bizonyos normákat az öltözködésre vonatkozóan a hallgatói számára.
és ezért előszeretettel mutattak be ez ellen tiltakozó hallgatói megmozdulásokat is. Tehát kétségtelen, hogy az elmúlt 40-50 évben megváltozott sok minden. Hogy előnyére vagy hátrányára, hát azt döntsék el önök. Minden esetre, ha visszatérünk ahhoz az alapkérdéshez, amivel a műsort indítottam, hogy ugyan mi lehet az, ami különösen így advent időszakában az ilyen hírek olvasásakor frusztrálja az olvasót. Nem csak az, hogy kétségbe vonják azt a szülői gondosságot, a jóérzésű és mondjuk így konzervatív vagy hagyományos értékrenden nevelkedett szülőknek, és az ezt továbbadni próbáló szülőknek. Nem csak az, hogy ők nyilván kétségtelenül azt adják tovább a gyerekeik számára, hogy ne játssza tűzzel. Hanem az is borzasztóan frusztrál, hogy engem személy szerint borzasztóan emlékeztet arra a fordított alapállásra, hogy ott tartunk, hogy nem akarom senki érzékenységét bántani, hogy mondjuk egy meleg felvonulás alkalmával már lassan a normális gondolkodású embereknek kell szégyelniük magukat. Azért, hogy nem állnak be a teherautó platójára, és nem rázzák magukat hiányos vagy abszolút feltűnő öltözékben. Ezt a fajta liberális szemléletmódot, amit egyébként a gender programnak az áldásos gyümölcsének tekinthetünk, és ezzel én foglalkoztam, most azt hiszem a november 10-i műsorban, ha valaki a videótárból meg akarja nézni. Tehát ahol intézményesül ez a fajta magatartás, ahol gyakorlatilag a végállomás, nem is végállomás, közbülső állomás az, hogy hát ha nem tetszik ez az öltözködés mondjuk a tanárnak, hát akkor verjük meg. Ahol a tanár nem adhat már egy nem nyaklevest, egy barackot, semmit nem adhat, mert a szülő felháborodottan elmegy a rendőrségre, elrohan és följelenti a tanárt, hogy tettleg bántalmazta a gyereket. És akkor micsoda égbe kiáltó ellentét ehhez képest az, hogy bevezették a hit és erkölcstan kötelező oktatását a tanintézményekbe. Lehetett választani, hogy hittan vagy erkölcstan. Azt hiszem, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy többségében erkölcstant választottak, de itt a mondandó szempontjából végül is teljesen mindegy. Sőt, ha erkölcstant, akkor különösen égbe kiáltó az ellentét e között, a körülmény között, hogy most már kötelezően akkor erkölcstant is tanítanak. És a szabadságnak ilyen értelmezésű kivívásának a szándéka között, mint amit ezek a liberális cikkek követelnek. Sőt, nem követelnek, hanem akik, én úgy gondolom, hogy hagyományos keresztény értékre szerint a rendőrség igenis ebben az esetben jól látta el a feladatát, a sárga földig ledorongolják azokat, akik úgy gondolják ezt, mint én vagy a rendőrség. Bocsánat, a rendőrség és én. Tehát ez tipikusan egy olyan téma, ami egy vita témát gerjeszthet a kedves nézők között. Ha ehhez valaki hozzá szeretne szólni, akkor mondom még egyszer a telefonszámot. Ez a 061-es 808-95-55-ös telefonszám. És ahogy én ígértem, ehhez a hírhez is van egy színe, nem csak a visszája. Egy színe méghozzá hasonlóan humoros, mint az első témához. Nem véletlen, mert ezt is Karinti Frigyes írta. Az a címe, hogy tanítom a kisfiamat. Ha 9 kályhában 5,5 nap alatt 12 köbméter bükkfa égel, mennyi nap alatt égel 12 kályhában 9 köbméter bükkfa? Ha 9 kályhában
az íróasztal előtt ülök, valami cikket olvasok, nem tudok figyelni. A másik szobából már 35-ször hallom a fenti mondatot. Mi a csoda van már azzal a bükfával? Muszáj kimenni. Gabi az asztal fölé görnyedve rágja a tollat. Úgy teszek, mintha valami más miatt mentem volna ki, fontoskodva kereskélek a könyvszekrényben. Gabi lopva rám néz, én összehúzom a szemem, mintha nagyon el volnék foglalva gondjaimmal, és nem vennék tudomást róla. Érzem is, hogy erre gondol, közben görcsösen mondogatom magamban, ha 9 bükfa, 12 köbméter, akkor hány kályhában? Ennyi a csodába, hogy is van? Elmegyek előtte szórakozottan, megállok, mintha ebben a pillanatban vettem volna észre. Na mi az, kisfiam, tanulgatunk? Gabi szája lefelé görbül. Apukám, na mi az? Nem értem ezt a dolgot. Nem értem, Gabi, hogy lehet ilyet mondani? Hát nem magyarázták el az iskolában. De igen, csak hogy a torkomat köszörülöm, aztán már nyersen és ellenségesen. Mi az, amit nem értesz? Gabi mohón, gyorsan és megkönnyebbülve már is hadarni kezdi, mint akinek nagy súlyt vettek le a válláról. Nézd, apukám, ha 9 kályhában 5,5 nap alatt 12 köbméter bükfa ég el, én dühösen. Papperlapap, ne hadarj, így nem lehet értelmesen gondolkodni. Tessék még egyszer nyugodtan és megfontoltan elmondani, majd akkor meg fogod érteni. Na, adj egy kis helyet. Gabi boldogan és fürgén félrehúzódik. Ő azt hiszi, hogy én most nem tudom, hogy ő most vidáman rám bízta ezt az egész dolgot. Ő nem tudja. Ő persze nem emlékszik ugyanerre a jelenetre, 21 néhány évvel ezelőtt, mikor én húzódtam így félre, boldogan és megkönnyebbülve, és az apám ült le így mellém. Ugyanezzel a bosszankodó és fontoskodó arccal, mint most én. És ami a legborzasztóbb még hozzá, ebben a pillanatban villan át rajtam. Erről, ugyanerről a példáról volt szó akkor is. Úgy van, nincs kétség. A bükfa és a kályha. Szent Isten. Pedig akkor már majdnem megértettem. Csak elfelejtettem. Az egész 21 néhány éves korunk egy pillanat alatt a semmibe süllyed. Hogy is volt csak? Nézd, Gabi, mondom türelmesen. Az ember nem a szájával gondolkodik, hanem az eszével. Mi az, amit nem értesz? Hiszen ez olyan egyszerű és világos, mint a nap. Ezt az első elemista is megérti, ha egy pillanatig figyel. Nézd, fiam! Ugye itt van az, hogy 9 kályhában 5,5 nap alatt ennyi és ennyi bükfa ég el. Na, mit nem értesz ezen? Ezt értem, apukám, csak azt nem tudom, hogy az első arány párfordított és a második egyenes, vagy az első egyenes és a második fordított, vagy mind a kettő egyenes, vagy mind a kettő fordított. A fejbőröm a hajam tövében lassan hidegezni kezd. Mi a csodát fecsegez itt össze az aránypárokról? Mik lehetnek azok az átkozott aránypárok? Honnan lehetne ezt hirtelenében megtudni? Most már hangosan szólok rá. Gabi, már megint hadarsz. Hogy akarod így megérteni? Az ember a szájával, mi az, hogy fordított meg egyenes meg fordított papperlapap, vagy a falra mászott nagybőgős? Gabi röhög. Ráordítok. Ne röhögj. Ezért tanítatlak, kínlódom veled. Ez azért van, mert nem figyelsz az iskolában. Hiszen te azt se tudod. Elképedve meredek rá, mintha egy szörnyű gyanú ébredt volna fel bennem. Hiszen te talán azt se tudod, hogy mi az az aránypár. Dehogy nem, apukám. Az aránypár az a két viszony, melyben a belső tagok hányadosa, illetve a külső tagok szorzata. Összecsapom a kezem. Mondom, 14 éves kamasz, és nem tudja, mi az az aránypár. Gabi szája megint lefelé görbül. Hát mi? Hogy mi? Na megállj, te csirkefogó. Most azonnal előveszed a könyvet, és 30-szor elmondod, mert különben... Gabi megszeppenve lapozgat, aztán hadarni kezdi. Az aránypár azon mennyiség, melynek két beltagja úgy viszonylik két másik mennyiséghez, valamint... Igen, apukám, de melyik itt a két beltag? A bükfa térfogata és a napok száma, vagy a kályhák száma és a bükfa térfogata?
Már megint hadarsz, add ide azt a könyvet. És most rettentő komolyan kezdem. Ide néz, Gabi, ne légy már olyan ostoba, hiszen ez olyan világos, mint a nap. Na nézd, milyen egyszerű. Na, ide figyelj. Ugye azt mondja, hogy 9 KH-ban ennyi nap alatt ennyi és ennyi bükkfa. Tehát ha ennyi és ennyi bükkfa 9 nap alatt, akkor világos, ugye, hogy 12 nap alatt viszont nem ennyi és ennyi, hanem... Igen, apukám, eddig én is értem, de az aránypár... Dübe jövök. Ne fecsegj bele, így nem érted meg. Ide figyelj. Ha 9 nap alatt ennyi és ennyi, akkor 12 nap alatt mondjuk esetleg ennyi és ennyivel több. De viszont, pardon, azért nem több mégsem, mert nem 9 KH-ban, hanem 12-ben, tehát ennyivel kevesebb, vagyis ennyivel több, mintha ugyanannyival kevesebb volna, mint amennyivel több. Itt ugyanis az aránypár egyszerre világosság gyúl az agyamban. Mint egy villámcsapás, úgy ér a nagy megismerés, aminek hiánya 21 néhány év óta lappang és borong bennem. Úgy van, most rájöttem. Nincs kétség. Akkor, ott, egészen nyilvánvaló. Úgy van, nyilvánvaló, az apám se értette ezt a példát. Lopva a Gabira nézek. Gabi közben észrevétlenül kinyitja a történelemkönyvet, és most félszemmel azt a jelenetet nézi egy régi képen nagy kéjjel, ahogy kinizsipál, két törököt dögönyöz. Nagyot ütök a kobakjára, csak úgy csattan. Nesze, majd bolond leszek itt kínlódni veled, mikor nem figyelsz. Gabi bőg, mint a két török együttvéve. Én pedig megkönnyebbülve ugrom fel, és a múlt ködén keresztül egy arc rajzolódik elém. Az apámé, amint nagyot üt a kobakomra. Vígan és megkönnyebbülve, mintha azt mondaná, add tovább a fiadnak, én nekem már elég volt. És fütyörészve, zsebre dugott kezekkel, vígan indul el a sír felé, ahol egészen mindegy, hogy hány nap alatt ég el 9 köbméter bükkfa és 60-70 év élet. No, hát ugye tanítás. Hogy tanítsuk a gyereket ebben a cikkben, a kamasz kislányokat? Úgy-e, ahogy a rendőrségi kisfilm megtették, vagy ahogy nem tudom, hogy a liberális cikkek hogy gondolják, mert azt nem írták le, a rendőrségi filmek legalább leírták. Minden esetre most az jut eszembe, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk az állatkertben, ahol az van kiírva, hogy ne nyúlj a rácsok közé, mert leharapja a kezedet, vagy életveszélyes. Hogy emiatt az állatkert igazgatóját vegzálnák és marasztalnák el, hogy ugyan már, hát az áldozat a hibás, hogyha bedugja a kezét a vadállatketrecébe. Hát igen, egyet ismerjünk el, van itt egy biológiai tényezője is a dolognak. A férfi és a női vágy között van némi különbség, ebben most nem menjünk bele. De azért ugye ezt tapasztalatból is aláírhatjuk, hogy indokolt az, hogy a kislányokat, még akkor is, hogyha ők kezdeményeznek netán, hívjuk fel erre a veszélyre a figyelmét, és ne a kamasz fiunkat. Őt másképpen kell eligazítani. Netán újra elő kéne venni a 40-50 évvel ezelőtti illemtankönyveket, vagy szülői útbaigazításokat, hogy ha megtetszik neked egy kislány, menj oda, mutatkozz be, és a többi, és a többi. Hogy udvarolj. De hát erre már nem tér ki ez a cikk, ez a két cikk. Hát ez volt a második cikk, ami úgy éreztem, hogy frusztrál advent idején, és ha nincs egyelőre telefon, akkor nézzük meg, hogy mi a harmadik. Hírt adott minden újság, és a tévében is olvastuk, hogy a pápa Brüsszelben tett látogatást az Európai Bizottság. Nál az Európai Parlament ülésén felszólalt. A cikk címe, amit a Magyar Nemzet
november 26. számában olvashattunk, hogy pápai intés Strasbourgban a vén Európának. Történelmi látogatást tett Ferenc pápa az Európai Parlamentben. Strasbourgban a katolikus egyház főreményről és kihívásról beszélt, egyúttal rámutatott. Európa ma egyre jobban hasonlít egy erejét vesztett nagymamára. Strasbourg nem különösebben nagy város, így a pápa látogatás nagyon könnyen felborította megszokott rendjét. Elzász fővárosa németesen rendes és franciásan bohém, egyúttal tipikus példája annak, amire az egyházfő tegnap azt mondta, fenntarthatatlan bőség jellemzi Európát, amiben az emberek vásárlókká alacsonyodnak. Európa nagymamává vált, már nem termékeny és életteli, az Európát egykor megteremtő eszmék elveszítették vonzerejüket, és az intézményei bürokratikus rendszere lépett a helyükre, mondta az argentin születésű egyházfő. Rámutatott, olyan útra vezet az eldobható életkultúrája és az elhatalmasodó vásárlási kényszer, amelyben az emberi élet addig számít értéknek, amíg hasznot hajt. Ezt mutatja az idősekkel és a súlyos betegekkel való bánásmód, vagy ahogy azokkal a gyerekekkel cselekszünk, akiknek nem engedjük meg, hogy megszülessenek. Mint hangsúlyozta, a család, az egységes, termékeny és megoszthatatlan család segít a helyzeten, ami nem csupán perspektívát ad a tagoknak, de az időseket is megvédi a magánytól, a nélkülözéstől. Mint mondta, ez az alapja az oktatásnak, és ezt követi az iskolák és egyetemek rendszere, ahol olyan fiatalokat kell képeznie Európának, akik hisznek a jövőben, és a jogaik mellett kötelességeiket is ismerik. A pápa rámutatott, a szélsőségek ellen a vallási háttér védelmet jelent. Az erőszak akkor születik, amikor Istent elfelejtjük. Az egyházfő élesen kikelt az ellen, hogy milliók halnak éhen világszerte, de rengeteg felesleget dobunk ki. Bár zsúfolásig megtöltött teremben rendszeres volt a tetszésnyilvánítás a pápa előadása idején, több képviselő látványos, szivárványos boát öltött az egyházfő látogatására, ezzel jelezve különállását. Az európai gondolkodásmód változását jelzi az is, hogy a FEMEN nevű akciócsoport, amely félmeztelen nőkkel okoz zavart különböző eseményeken, itt is felbukkant, és egy nappal a pápa érkezése előtt egy aktivistájuk a strasbourgi katedrálisban az oltáron mászott fel tiltakozásul. Még egy gondolatot a cikkből, pápa szavai, a gazdaság központú unió helyett vissza kell térni az ember központú unióhoz, foglalta össze. És ezzel az egyházfond még csak nem is újdonságot ajánl, hanem azt javasolja, hogy a jelenlegi helyzethez képest vissza kell térni a korábban elhagyott gondolkodásmódhoz, mint hogy sokkal több van az Európai Unióban, mint amit most kihoznak belőle az illetékesek. Tehát azt gondolom, hogy a pápa szavait összefoglalhatjuk a szociális igazságosság eszméjével, mert hogy az a fajta szegények mellett kiállás és szerencsétlenek megsegítése, szemben áll azzal a fajta felhalmozással és fogyasztáscentrikus felfogással, ami az Európai Uniót jellemzi. És akkor most keresnék én még egy cikket, amit ehhez párosítottam. Remélem megtalálom. Igen, itt van. Mert hogy az Európai Unióhoz nem csak a pápának van szava, sőt, elsősorban nem a pápának, nem a pápa irányítja. Hát az, hogy sajnos vagy nem sajnos, ebben most nem menjünk bele. Minden esetre most egy rövidet idéznék abból a cikkből, amit szintén a Magyar Nemzetben olvashattunk, Luxemburg grófja címmel. Így szól, nem a Leháró peretről esik most szó, mert nincs annyi librettó, amennyibe Jean-Claude Juncker volt luxemburgi kormányfő és friss európai bizottsági elnök összeférhetetlenségének tirádái beleférnének.
Európa vezetője ellen nemrég bizalmatlansági indítványt adtak be. Erről szavaznak holnap, ez már megtörtént a múlt héten, az uniós honatyák és honanyák, a csökkentett létszámú Európai Parlament 751 képviselője, legalábbis azok, akik 8000 eurós fizetésükért hajlandók megjelenni az ülésen. Nem lesz szenzáció. Junckert megvédik majd a kereszténydemokraták és a Martin Schulz vezette szocialisták, a brüsszeli bürokrácia gépezete pedig csikorog tovább. Ezt már múlt időben elmondhatjuk, hogy tényleg így volt. Mégis az eset több okból nem stimmel. A morális és etikai szempontok képviselői kissé nehezményezik, hogy az adóoptimalizálók, egyik fellegvára Luxemburg volt pénzügyminisztere és miniszterelnöke évtizedek után most hirtelen az európai kisemberek érdekeit képviselni. Szép kommunikációs kihívás lesz megszerezni ehhez a bizalmat és hitelességet. Másrészt némiképp érthető az indulat is, amely Al Capone chicagói mafiózóhoz és korrupciófejedelemhez hasonlítja az új EB elnököt. Egyébként voltak képviselők, akik azt mondták, hogy vámpírra bízzák a vérbankot. Lám, milyen széles a spektrum, ettől is olyan szép a sokszínű Európa. 20 évnyi pénzügyminiszterség és 18 évi kormányfőség után kellő naivitás szükséges ahhoz, hogy bárki elhiggye. Juncker valóban nem tudott semmiről, ami félmilliós grófságában történt. Ám nincs ok aggodalomra, meg lesz a kellő balgasság és frakciófegyelem, meg volt, most már múlt időben, az Európai Parlamentben, hiszen az elnök bocsánatot is kért tetteiért, bár nem tudjuk miért, hiszen, mint mondja, ő nem tudott semmiről. Elhangzik majd, hogy kiváló szakember, elhangzott, aki a válságot is nagyszerűen kezelte, bár erről néhány euróövezeti országnak azért vaskos véleménye lenne, és egyébként sincs, aki a helyére állna. És ugye Brüsszel a közös témája ezeknek a cikkeknek, pápa látogatás, a Európai Bizottság elnöke, és most nézzünk egy rövid hírt, ami a csattanója ennek a hírhármasnak. A Népszabadság online hírei között olvashattuk november 26-án. A címe: Luxemburgba menekíti kábelcsatornáit az RTL. Az RTL csoport a teljes kábel portfóliót Luxemburgba költözteti az anyacéghez, ahol a CLT kötőjel UFA nevű RTL cég fennhatósága alatt működik majd tovább. Az érintett csatornák a Kult TV, a Film Plus, a Film Plus 2, az RTL Plus, a Sorozat Plus, a Muzsika TV, az RTL 2. A kábelcsatornák a Muzsika TV kivételével eddig is a román médiahatóság ellenőrzése alatt álltak, az RTL Klub viszont maradna itthon. Itthon bejelentve, írta az Index. A portál szerint a kábelcsatornák a Muzsika TV kivételével eddig is a román médiahatóság ellenőrzése alatt álltak, és Romániában voltak bejegyezve, azaz a húzásnak nem a reklámadó elkerülése lehet az oka. Az RTL ugyanannyit fizet majd a költözés után is, mint eddig. Itt most csak egy saját megjegyzés, természetesen a reklámadóra ez vonatkozik, de hogyha nyerességadót Luxemburgba fizeti, akkor ebből nyilvánvaló, hogy nem Magyarországon. Mert nem csak reklámadót kell fizetni, hanem sok más egyéb mellett társasági nyerességadót is. Az RTL Klubot a cég a jelenleg használt frekvenciája miatt nem költöztetheti el Magyarországról. A luxemburgi anyacég közleménye szerint az RTL csoport magyarországi kábelcsatornáit a jövőben luxemburgi licencek alatt kívánják működtetni. A magyarországi kedvezőtlen gazdasági helyzetet átértékelve úgy döntöttünk, hogy költséghatékonyabbá tesszük a kábel portfólió működését, és Luxemburgba költöztetjük a tévéket, ahol megfelelő infrastruktúrával és tábban rendelkezünk, áll a közleményben. Érdekes egybeesések, nem? Hogy Brüsszel kapcsán adóoptimalizálás, RTL itt megszünteti, ahol adót kéne fizetni, elmegy Luxemburgba, ahol valószínűleg sokkal jobban jár. Miféle, mi az a hír, ami frusztrálhat bennünket itt ebben az ügyben?
Amíg az első hírben a devizahiteleseknél azt mondhatjuk, hogy ez egy ígéretben nem tartása, vagy talán egy egyszerű hazugság. Amíg a második hírben, ami a rendőrségi oktatófilmet jelenti, az már egy bonyolultabb hazudozás. Mondhatjuk azt is, hogy megjátszás, képmutatás, egyfajta farizeus viselkedés. Addig itt ebben a híradásban még bonyolultabb hazugságról van szó. Tudnélik, itt már a tömegek manipulálásáról van szó. Méghozzá úgy, hogy eljátsszuk azt, hogy egész másról van szó. Tehát abszolút farizeusi viselkedés. És hát mit lehet tenni ez ellen manapság, amikor a főiskolákon, egyetemeken nagyon divatos név alatt kommunikációs szakok indulnak, és borzasztó népszerűek a fiatalok előtt. Mit taníthatnak kommunikáció alatt? Mert hogy a végeredmény, amit ma tapasztalunk, az az, hogy minden csak nem őszinte valóságközlés. Elhoztam néhány cikket, amit kommunikációs szakemberek írtak, és ha marad idő, akkor elhoztam azt is, hogy a keresztény etika, erkölcstan mit mond a hazugságról, különösen a sajtóval kapcsolatban. Az első magyar public relations szakfolyóirat online szakmai hírportálja, a PR Herald lapján lehet olvasni hazugságok címszó alatt. A hazugság a megtévesztés szándékával előadott tudatos valótlanság. A public relations egyik általánosan elfogadott definíció szerint a mi hivatásunk, mármint a tájékoztatás, a média, szigorú etikai alapelvekre épülő, gyakorlatorientált szakma. A bizalomépítés művészete. Hogy oda ne rohanjak. A szervezetek életében és működésében a rosszul szervezett és irányított kommunikáció egyenes következménye a bizalom elvesztése. És akkor itt láthatjuk, hogy mikről van szó. Őszintesség, őszintétlenség kontra igazságtartalom. Ha az igazságot Jézus szavaival azonosítjuk a szeretettel, ugye én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az a Jézus, aki maga a tömény szeretet. Tehát az igazságnak igenis köze van a szeretethez. Ergo a hazugságnak abszolút a szeretet ellen való valami. A szeretetlenséghez, őszintétlenséghez van köze. Persze ennek vannak fokozatai, a kétértelműségtől, elhallgatáson keresztül. Ennek külön szakmája van, ezért tanítják. Hogy példát mondjak, ugye naponta tapasztaljuk az újságokban, hogy hasonlóan a régi háború vége felé német világháborús tudósításokhoz, amikor ilyen esmiket lehetett hallani, hogy csapataink harcban állnak, vagy sündisznó állást foglaltak el, amikor már az orosz csapatok agyonverték őket a keleti fronton. Tehát, igen, azt hiszem érzik, hogy mire szeretném a hangsúlyt helyezni. Idéz egy PR szakmában neves szakembert a cikk, aki bizonyos Sam Black mindig azt hirdette, hogy a public relations tevékenység lényegi alapja az igazság és a teljes informáltság. Az angliai Stirling Egyetem egykori professzora úgy ítélte meg, hogy a public relations szakember nem hazudhat és nem téveszthet. Nem tévesztheti meg sem a közönséget, sem a szervezet vezetőit. Az értékszociológiai vizsgálat egyik hatásos módszere az úgynevezett három kívánság teszt szerint, amikor a kísérletben résztvevőktől megkérdezik, hogy mi az a három dolog, amit legellenszenvesebbnek tartanak, akkor a nyilatkozók nemtől, kortól, iskolázottsági szinttől függetlenül első vagy második helyen a hazugságot említették. Ez azt jelenti, hogy gondoljunk bele, amikor leginkább békére, belső lelki békére vágyunk advent időszakába,
akkor még inkább frusztráltá tesz minket minden olyan jelenség, amit a média részéről, vagy akárhonnan úgy értékelünk, hogy minimálisan nem egyenes, vagy hamis. A teológiai főiskolán az egyik akkori professzorom, emlékszem, hogy azt mondta az emberi érintkezés legalapvetőbb szabályára, hogy az egyenesség. Legyünk mindig egyenesek, vegyük figyelembe azt, hogy mindenki közlekedni akar az utcán. Tehát tegyük lehetővé egymás számára az egyenes megnyilatkozást és az egyenes közlekedést. A public relations és a hazugság ellentétéről egy James Grunig nevű úriember kutatásai alapján felállított modellek közül a leginkább egyirányú sajtóügynökségi modell szerint, idézem, a tevékenység stratégiája szempontjából nem lényeges az igazság. Az elmúlt évtizedekben a public relations tevékenységgel szembe jelentkező időnként markánsan tapasztalható ellenszenv nagyrészt a modellt alkalmazó szervezet tevékenységének köszönhető. A hazai médiumok olvasói és nézői nem egyszer tapasztalják, hogy a public relations-t a hazudozással, az igazság elkenésével, a tények maszatolásával azonosítják a közvélemény érdekgazdái. Csak hírnév és bizalomvesztés lehet az eredménye annak, ha a két elem egyensúlya a hazugság miatt megbomlik. A két elem pedig a szavak és a tettek szinkronitása. Beszéljünk most itt, amit csak kiemelem ötletszerűen, a politikai kommunikációról, amit mond. Tapasztalati tények igazolják a hazugság EPR területen érhető leginkább tetten. Emlékezzenek azokra a cikkekre, amiket felolvastam. A politikai kommunikációban nem elég egy-egy ügy kapcsán kimondani a hazugságot, de ennél sokkal nehezebb feladatnak bizonyul annak életben tartása. Így módon a kezdeti hazugságot egy egész hazugság hálóval kell körülszülni, hogy elfedhető legyen annak tényleges tartalma. Erre mondjuk azt ugye, hogy intézményesül a hazugság bűne, strukturális bűnné válik, és már egész elfogadjuk a társadalom minden tagjától, hát akkor én miért ne hazudjak, hogyha mindenki hazudik. A politikai kommunikátorok addig ismétlik és súlykolják a féligazságokat, hazugságokat, csúsztatásokat, amíg azok az emberek jelentős része számára hihetővé válik. Az emberek alapvetően hinni akarnak, mert belefáradtak a hétköznapok racionalitásába és az igazság gyötrelmes hosszú keresésébe. A politikai hangulatoktól túlfűtött ember számára a társadalmi életben előforduló tévedések manipulatív szándék nélkül hazugságnak minősülnek. Néhány politikusok krédója, idézem, hatalmam van hozzá, hogy hazudjak. Úgy manipulálhatom őket, ahogy akarom. A politikai kommunikációban tapasztalható hazugság befogadásának egyik feltétele a választópolgárok rövidtávú emlékezete és a politikusi alkat egyik jellemzője, mely szerint a hazugság elhangzása után szinte azonnal képes azt emlékezetéből kitörölni. És akkor itt van konkrétan néhány látványos hazugság a történelemről. Joseph Goebbels, a német birodalom propaganda minisztere a hazugságról ezt mondta. Igazság minden, ami győzelemre visz. Hát az ő példájából ezt kiválóan tapasztalhattuk. Másik. A Kállai kormány 1944. március 13-án berendelte a német követet és katonai attasét, és hivatalos tájékoztatást kért a Bécs környéki csapatmozgásokról. A német diplomaták felháborodottan utasították vissza a kormány feltételezését. Röviddel ezután a német csapatok megszállták Magyarországot. Mihail Gorbacsovnak 1984-ben személyes levélben kellett a központi bizottság tagjaihoz és az állami vezetőkhöz fordulni, hogy maradéktalanul hagyjanak fel a hazudozással, a valós helyzet a szovjet gazdaság és az állam meghamisításával. Másik.
mint George Bush, mint Tony Blair a világ nyilvánossága előtt hazugságokat használtak fel arra, Saddam Husseinnek atomfegyvere van, állították, hogy Irak ellen katonai támadást indítsanak. A rendszerváltás utáni évek legnagyobb trófeája Gyurcsány Ferencnek a 2006. május 26-án elhangzott balatonöszödi beszéde. Idézem, nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél évet. Minden évben a hazai közvélemény egésze előtt visszhangtalanul és következmények nélkül folyik egy hazugság színjáték, amikor az országgyűlési képviselők beadják éves vagyonnyilatkozatukat. Mindenki tudja, hogy az a dokumentum az arcátlan hazugság kategóriájába tartozik, idézem a cikkből. Az utóbbi évszázad leghírhettebbé vált hazugság elhallgatása a csernobili katasztrófa volt. Az amerikai Enron több évtizedig az egyik legsikeresebb USA-beli cégként működött. A felső vezetők, látva, hogy a hazug üzleti eredmények rövidesen csődhelyzethez vezetnek, továbbra is részvényvásárlásra ösztönözték a legnagyobb részvénytulajdonosi csoportot, saját munkavállalóikat. Szép. A japánok éveken keresztül tudományos célokat szolgálónak állították be a bálnák mészárlását és kereskedelmi célú értékesítését. Az üzemeltető TEPCO 2013. szeptembere óta eltitkolta és visszatartotta a stroncium szennyezésre eredményeit. Az ócsai székhelyű cég folyamatosan kínálta partnereinek az élelmiszereket, melyeket a dabasi, felsőpakonyi, török, bálint és budaörsi raktáraiból szállított ki. A tonnányi élelmiszerekről a NAV vizsgálat után kiderült, hogy lejárt szavatosságúak és átcímkézettek. Több munkahelyen a titkárnő feladatkörébe tartozónak vélik, ha főnökéről az érdeklődőnek így módon nyilatkozik. Megbeszélésre ment. Házon kívül van. Ha a csomagküldő szolgálatoknál a raktári nyilvántartásból kiderül, hogy már 3 napja a cég egyik vagy másik raktárában parkol a vevő által sürgetett áru, akkor a reputáció védelmére azt mondják az érdeklődőnek, tegnap elpostáztuk. A Shell Hungary megtévesztette fogyasztóit, amikor a Shell Fuel Save Euro 95 és dízel üzemanyagokat népszerűsítő kampányban azt ígérte, hogy használatával fogyasztáscsökkentés érhető el. Shoppingolásunk során hazugságot vásárolunk a táplálékkiegészítőkkel, a lakás baktériummentesítő folyadékaival, a kozmetikai szerekkel, a hormonkezelt pulykával és az aszpartamot tartalmazó cukorpótló tablettákkal. Rákhajlamot, a tejjel pedig antibiotikumnak vélt vegyszereket. És a záró gondolata ennek a cikknek, konklúziók helyett. Ha elfogadjuk saját hazugságainkat, akkor a politikusoknak, a cégvezetőknek, az eladóknak is elnézzük, ha hazudnak. Hétköznapi tapasztalatok bizonyítják, hogy a hazugságnak vannak olyan formái, amelyeket a közvélemény nem csak megenged és elfogad, hanem hallgatólagosan el is vár az emberektől. Nézz szembe a valósággal, Hankis Ágnes a Kétarcú Hazugság című művében. És egy cinikus megjegyzés Henrik Ibsentől, idézem, ha egy átlagembertől elvesszük az élethazugságot, a boldogságától fosztjuk meg. Hát azt, hogy ez mennyire így van, mennyire nincs, eredetileg úgy terveztem, hogy a magammal hozott könyvben elmondom a keresztény etika alapján a hazugságról szóló tanításokat, ami borzasztó érdekes, mert egyáltalán nem egyértelmű. Tudnék, vannak olyan értékütközések, amikor hasonlóan az önvédelemhez, ugye az önvédelemből, mint az emberi, mint a, úgy mondom, hiten alapuló jog, tehát az isteni jog elfogadja, hogy önvédelemből, ha szükséges, akkor kioldhatom a másik ember életét. Ha ez így van, akkor miért ne lehetne így a hazugsággal is? Hogyha én ezzel másnak az életét, vagy a saját életemet mentem meg, ugye el tudunk képzelni akár a AHV pincéiben, vagy akár
ilyen, más ilyen kényszer körülmények között ilyen helyzeteket, akkor a hazugság megengedett. És hol a határ a kettő között? Borzasztó izgalmas téma. Ha nem bánják, jövő alkalommal ennek kifejezetten keresztény visszhangjáról szeretnék majd beszélni. Ez azonban lényegesen hosszabb, mint sem, hogy a mai alkalommal erre időt tudnánk szakítani. Inkább a mai alkalmat bezárnám azzal, hogy mondtam olyan színe és visszája történeteket, amik életünk része. Az, hogy ezzel hogy tudunk megküzdeni, az rajtunk múlik. Különösen advent időszakában. De azért egy mindennél jobb eligazítást búcsúzásul elolvasnék, és ez egyáltalán nem egy vallásos irodalom, vagy egy hitből fakadó irodalom, hanem egy vers. És ez lenne a végszó a mai adásunkhoz. Ez pedig Dzsida Jenő Tekintet nélkül című verse. Be kell látnunk. Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni, az úton becsületesen végig kell menni. A szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül. A kapuk mögül ebek vicsorognak, az ablakokból kiköbdösnek és röhögnek. 100 közbiztonsági gócpont adja ki az elfogatási parancsot. Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, súlyos, vérező kövek, de néha röppen sóha is, szeretet is, rózsa is. És este a tűzhely mellett, vagy szuronyos zsandárok között hátra kötött kézzel, mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen, sziklakemény, erősítő, vigasztaló igét Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet. Jó éjszakát kívánok, kedves nézők! Shoulder you can lean on. Call.